Beginners. Utoljára, amikor találkoztunk, még arról hadováltam, hogy soha életben nem fogok magyarul dalszöveget írni. Tényleg szeretnénk azért magyar dalokat is kihozni, csak én egyszerűen nem tudok, úgy érzem, de magyarul dalszöveget írni. De egyszer csak Dani írt egy dalt, ez pont a pont most egyébként. Meghallgattam, és rögtön jött egy magyar sor, hogy érkezik az érzés, felpörög a légzés, mint egy csillagszórót gyújts fel. Na, ezt kivágtuk majdnem az egészet, de azért megmaradt a végére. És aztán úgy döntöttem, hogy legyen feladat. Tehát tényleg, hogy ne vessük el ilyen egyszerű a dolgot, hanem legyen feladat, hogy hogyan lehet az angol dalszöveg világot átültetni magyarra. Hol vannak a lányok? Éhesek a párok? Kéz a kézben biztos egymást húzzák éppen hazafelé. A Vivian a főszereplő egyébként. Óriási monológgal készültem neki, oda akartam el instruálni és analizálni az ő karakterét, és akkor arra gondoltam, hogy arról akarok neki beszélni, vagy arról szerettem volna, amire egyébként nem került sor, hogy milyen érzés az, ami mondjuk nem gyakran fordul elő velem, hogy úgy megyek haza, hogy még képben vagyok és tudok gondolkodni éjszaka, de az az érzés, amikor elindulsz egy buliból hazafelé, nézed a lámpákat, amik olyan kicsit ilyen filozófikus érzést árasztanak, hogy itt nappal még ezrek, százezrek voltak, hogy élet volt, pesgés volt az utcán, most meg egyedül sétálsz, és csak ezek a lámpák jelzik azt, hogy itt micsoda élet van. Van egy gyártócégünk, a Bigo Kreatív Stúdió, ami most ismét összeállt, és teljesen felfrissült, és furcsa érzés volt egyébként a forgatáson úgy állni, hogy most nem érendezem a klipet, nem Dani a világosító, hanem csak ott vagyunk és nézzük, hogy mi történik. Vivian meg külön egy ilyen külön szívem csücske, mert szoktam a színművészeti járni előadásokat nézni, és szeretem, hogyha színészek és fiatal színészek vannak a klipben, és hát Viviannek ez a debütálása végül is így, ha nem is a filmvásznon, de a klipek világában. Komolyak az esték, de lefolyik a festék, én mégis elvesznék veled, ellopnám minden pénteket. Volt egy kampány, amit csináltunk hozzá, a pendrive-os, amiről kvázi a klip szól, és hál' Istennek az nagyon sikeres lett, mert gyakorlatilag kitettük a klippet, 6-kor meghirdettük, hogy a 24 pendrive, vagy 23 pendrive-ot elhelyeztünk a városban, és mire 8-kor, meglepő módon 2 órát nem néztünk fel, mert próbáltunk éppen, felnéztünk a Facebookunkra, akkor gyakorlatilag már tele volt kommenttel és képekkel. Ez olyan jó volt látni, hogy 2 óra alatt gyakorlatilag elfogyott az összes pendrive, és valaki írta, hogy körbe biciklizte az egész város, megnézte az összes helyszínt, és már elfogyott minden. Danival van egy tök jó játékunk egyébként, vagy én legalábbis jó játéknak tartom, meg szoktam néha kérdezni, hogy Danikám, zavar valakit, hogy magyarul énekelünk? Na hát ezzel szoktam szórakoztatni magamat úgy perceimben, hogy megkérdezem Danitól ezt a kérdést, és akkor eljátsz ezt, hogy senkit nem zavar, meg hát el kell mondanunk, hogy tényleg irigy voltam arra, hogy más magyarul éneklő zenekarok, de milyen klassz, amikor a közönség tényleg idézi a szövegeket, meg együtt éneklik, és olyan jó most, hogy a magyar daloknál már látom, hogy tényleg együtt éneklik, kórus van, folytatják a sorokat, és most úgy elégedett vagyok, de jó, hát ez nem is olyan rossz.